Szervusztok, sziasztok! M3 Autópark, és boldogan mutatjuk be Concertoval együtt a legfrissebb autónkat, méghozzá egy nagyon népszerű márkát, egy Ford Focust 2008-ból. Az autó jól felszerelt, milyen is lenne az M3 Autóparkban. Ködlámpás, fényszórómosós, és ilyen nagyon szép krom betétekkel, mert ugye ez a magas felszereltség, ez a GIA felszereltség. Nagyon szépek az alufelniei, mind a négy ilyen, jók a gumik, nagyon szép a karosszéria, karcmentes, és azt láthatjuk még extraként rögtön, hogy meg is mutatom, hogy működik, van hozzá egy ilyen napfénytetőnk is, hogy ami nyitható és több funkciós is. Ugye én a felszereltségünk belül ezt látni fogjuk, hogy visszaköszön szépen, mert jól felszerelt a gép. Csomagtartónk, nézzünk bele oda is. Na, meg keressük meg a fiúkat, hogy hol vannak. Akárpítunk itt a csomagtérajtón is látszik, hogy tökéletes, mintha nem is használták volna ezt a csomagtartót, annyira újszerűnek tűnik. És megvan ugye természetesen ez a öt ajtósokkal egyben nyíló kalaptartó is. Hátul, ha belekukkantunk, akkor a szintén olyan csodákat látunk, amit brutálisan szeretnek a babák. Mostanában ide bújnak el, nézzük csak itt vannak-e. Nem, nincs itt sefeti seferi, hiába keressük, csak pohártartót látunk. Egy ilyen nagyon finom tapítású plüss betéttel van szerelve gyárilag, ez mindenhol visszaköszön, és nagyon szép, ezáltal is egy kellemes érzetet biztosít nekünk az autóban. Hátul is ugye elektromos ablakömelők vannak, és hogyha nézzünk be előre is, hogy is nézünk ki. Mit mutat nekünk itt elől a műszerfal egység? Négy elektromos ablak. Ugye? Elektromosan állítható az ülésmagasság. Ez is egy rendkívül hasznos extra. Legalábbis kényelem szempontjából biztos. Ezt látjuk, hogyha becsücsülünk. Szép bőrkormánykerék, aminek rengeteg funkciója van. Ugye van tempomatunk. Hát ugye vezérelhetjük a rádiót, itt nyomkodhatjuk a bordkompjúterünket leföl. Szintén tempomatállítás és onnan az ablaktörlő. Aztán középen egy ilyen fabetét utánzat van, ami szintén nagyon elegánsá teszi a járgányunk. Mondanom sem kell, ugye, hogy digit klímás, fűthető a szélvédőnk. Ez a nagyobb fejegységünk van benne, ez a Sony fejegység. Megvan az autónak természetesen mind a két kulcsa, a kicsi, a nagy. Megpróbáljuk be is indítjuk. Szépen hibakódmentesen csendben beindul. Jó erős 110 lóerős nyomatékos motor. És még ami érdekes dolog, ugye ez a napfénytető, mint mondtam, így becsukódik. És hogyha szeretnénk, akár így hátra is megy. Rendkívül hasznos ez is. Még a fiúkat mindig nem találtuk meg, hopp, lehet, hogy ide bújtak el. Ez ugyanis egy ilyen mozgatható és nyitható többfunkciós könyöklő kartámasz. Ugye ez is egy nagyon hasznos dolog. Nincs itt egyikük se. Pohártartók. Még a kedvenc helyüket megnézzük. Aha, itt hűsölnek, mert nyilvánvaló, hogy hűthető a kesztyűtartó, tehát már Peti meg is van. Mit találtál itt nekünk, Peti, mondd csak. Tehát a szerviz füzetjeiben látható, hogy teljesen rendben van minden. Ugye mikor járt nemrég az idén még műszaki vizsgánként az autó, ott rögzítve van természetesen a kilométer, és ugyanezt láthatjuk a füzetkében is, hogy mindent végig szervizeltek. Sőt, még vezérlést is cseréltek az autóban, mert ott jelzik is, be is írták. De egyébként, ha belekukkantunk a motortérbe, még ott is láthatjuk. Hát nézzünk bele oda is, hogy ott is működik-e rendben minden. Bár ehhez most ugye le kell állítanunk az autót, mert ők úgy rejtették el a gépháztetőt, hogy kulccsal nyílik. Még ő ez a kulcsos megoldás. Későbbi modelleknél már azért ezt elfelejtette a Ford. Tehát egyet balra, egyet jobbra, és már úgy is tudjuk nyitni. Íme, minden rendben, szép tisztaság,
zajvédőnk is a helyén. És íme itt van Feri. Előkerült ő is, nagyon figyel valamit. Nyilván a víztartályt, hogy szép, tiszta, és ő is meg szeretné mutatni, hogy cseréltek olajat az autóban, és vezérlést is megfelelő időben. Tehát most jelen pillanatban ezzel sem kell foglalkozni. Tényleg egy olyan autót adunk, hogy csak be kell ülni vele és menni vele, kap itthon friss műszaki vizsgát. Várunk vele titeket, 15. kerület. Tudjátok, kövesseket minket a fiúkkal, M3 Autopark Kft. Nagyon szépen köszönöm, hogy megmutathattam ezt a járgányunk is.